Több millió forint értékű ásványvizet, illetve üdítőt semmisítettek meg két Pest megyei nagyáruházban, miután azokat az áruházak udvarán a napon tárolták, és ez a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, vagyis a NÉBIK tudomására jutott. Érdemes tehát beszélni a nem romlandó élelmiszerek nagy melegben történő biztonságos tárolásáról is, mert hogy biztosan van ilyen is. Barna, kivel beszélsz mindenről? Köszönöm szépen, Márkosi Gábor úr, a Pest megyei kormányhivatal élelmiszerlánc biztonsági osztályvezetője. Üdvözlöm, jó napot kívánok! Először is, hogy jutottak oda a telepre? Szúrópróba szerűen, vagy valaki felhívta önöket, hogy ott már néhány napja süti a nap a vizet? Szúrópróba szerűen jutottunk el a telepre, illetve az áruházláncok udvarára. Hatósági mintavételeket végeztünk, és közben a nagy melegre való tekintettel megnéztük az áruházak udvarát is, tekintve, hogy a nyári melegben egy szűk keresztmetszet szokott lenni az üdítő, illetve ásványvizek tárolására szolgáló helyet, a kapacitás kicsi szokott lenni, ezért nyáron kiemelten vizsgáljuk, hogy... Tehát ez általános, hogy általában az udvaron tárolják a vizet, aminek egyébként ősz, tavasz, tél idején semmi baja nem lesz, csak hát ilyen 40 fokban. Az év bármely szakában bent kell tárolni megfelelő körülmények között. Az ásványvíz előállítók, illetve a gyártók úgymint bármely termék esetében felelnek a termék minőségéért, illetve a biztonságáért a minőségmegőrzés idő végéig. A minőségmegőrzési idő meghatározásában vagy meghatározásához különböző feltételeket, illetve előírásokat szabhatnak. Az ásványvizek, illetve üdítők tekintetében egy tárolási körülményt határozzák meg. Napfénytől védett, száraz, hűvös, illetve fagymentes helyen tárolandó. Itt a két áruházláncnál nem sikerült a feltételeket betartaniuk. Egyébként ennek a víznek, gondolom ásványvízről van szó, meg üdítőitalnak volt baja? Tehát megromlott? Meg nem romlott, itt romlásról nem beszélhetünk. A napon, illetve nem megfelelő körülmények közötti tárolás okozhat egy mikrobiológiai elváltozást, aminek lehet akár megbetegedés is a következménye, illetve minőségi romlást, vagy egy minőséggyengülést okozhat a napon, illetve nem megfelelő körülmények között tárolt üdítő, illetve ásványvíz. Ha a szénsavas ásványvizekre gondolunk, tehát a szénsavval dúsított ásványvizekre gondolunk, a napon a meleg hatására a víz megmelegszik, a nyomás megnő benne, és a PET-palackon keresztül el tud illani a széndioxid tartalom. Ez a tárolás folyamán, normál tárolás folyamán is valamennyi távozhat belőle, de ha megemelkedik a nyomás, akkor hamarabb távozik, tehát ha valaki egy szénsavval dúsított ásványvizet szeretne venni, az előtte sokáig esetleg napon melegben volt, akkor érheti az a meglepetés, hogy nincs, vagy csak alig van benne széndioxid tartalom. Ha egy szénsavas ásványvizről beszélünk, akkor a széndioxid tartalom hiánya is egy minőségi romlás, de az üdítőknél a szín, illetve a színezőanyagok, illetve a különböző édesítő szerek is egymással reakcióba léphetnek, tehát bomolhatnak a hő, illetve UV sugárzás hatására, és így egy minőségromlást tapasztalunk, vagy tapasztalhatunk. Azon gondolkodom, hogy ha önök nem mennek ki az udvarra, mint ahogy kimentek, akkor elképzelhető, hogy az áruházlánc, most nem mondja meg, melyikről volt szó, szégyeljék magukat, már nem önök, hanem az áruházlánc, elképzelhető, hogy visszakerülhetett volna a polcra, és megveszi a vevő? Bekerült volna a polcra, tehát gyakorlatilag arra vártak kint a vizek, hogy polcra kerüljenek, nem volt elegendő raktárkapacitásuk, úgyhogy igen. Azt még ki szeretném emelni, hogy a hatóság, ha nem megfelelőséget tapasztal, akkor eljárás indul a vállalkozással vagy vállalkozásokkal szemben. A helyszínen hoztunk egy döntést, kivontuk forgalomból a vizeket, illetve a termékeket. Az áruházláncoknak lett volna lehetőségük laboratóriumi körülmények között bevizsgáltatni, tehát a laborban bevizsgáltatni a vizeket. Ha megfelelőek lettek volna a termékek, akkor visszakerülhettek volna a polcokra. Az áruházláncok nem éltek ezzel a lehetőséggel. De miért nem? Ezt tőlük kéne megkérdezni. Azért, mert esetleg drága lett volna? Biztos, hogy lettek volna költségek. Kérdés az, hogy milyen arányban áll 50-80-100 raklap ásványvizet leselejtezni és megsemmisíteni, vagy laboratóriumba juttatni és laboratóriumban megvizsgáltatni. Ezek után osztályvezető úr, árulja nekem, hogy mint vásárolónak, és nem csak nekem, mindenki, aki vásárol ásványvizet, üdítő italt, és számolhat ezzel, hogy sajnos fölkerült a polcra olyan, amint kint állt a napon, mit nézzünk meg rajta?
amikor ott vagyunk a polcnál. Attól függ, hogy meddig van kint a napon, ha sokáig kint áll és egy túlnyomás keletkezik benne, akkor általában a kupak már púpos szokott lenni a nagy nyomás hatására. De én azt mondom, hogy nem kell általánosítanunk, az élelmiszerlánc tagjai, illetve az áruházláncok is tudják, hogy kell tárolni a termékeket, úgy is tárolják, próbálkozók mindig vannak, azokat utolérjük és a jogsértéseket megszüntetjük. Azt mondják mindig, az ásványvíz nagyon egészséges, így is van bizonyára, de sokan meg azt mondják, és utolsó kérdés, hogy a csapvíz is van olyan jó, tiszta ez a csapvíz, tehát azt is nyugodtan betetjük a jégszekrénybe, és az is kiváló. Természetesen ez így van. Ha a legközelebb ilyen fogások lesz, szeretettel látjuk megint. Én remélem, mondom, nem megemlítve az áruházak neveit, ha internetről önök fölteszik, azt akkor elolvasható, de itt nem mondjuk el, akkor jöjjön be hozzánk, és hát akkor megbeszéljük megint. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm a lehetőséget.